Ilyen án 2-es, más néven Ancsa típusú repülőkkel permetezik a szúnyogokat Nyíregyházán és a megye településein szerdától egészen a jövő hétvégéig. A gyérítéshez alkalmazott készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. A városban 1500 hektáron lesz védekezés a katasztrófa védelem megbízásából, a megyébe pedig a elkövetkező napokban, jövő héten pedig 13 000 hektár területen lesz a védekezés, és egyedi engedély kapott és kért a katasztrófa védelem, hisz a régi kémiai szúnyoggyérítés az nem volt engedélyezve unió által sem, és nem volt légiúton kijuttatható engedélyezett szer. Ugyanazt használjuk, amit tavaly légiúton, és ugyanazt, amit jelenleg ebbe az évbe a földi mellett körképzésben használtuk. Az ország számos területén továbbra is tömegesen vannak jelen a szúnyogok, míg a délnyugati ország részben a biológiai és földi kémiai kezelésekkel elfogadható szintre sikerült csökkenteni a szúnyogártalmat, a Duna mentén jelentős számban, míg a keleti ország részben, elsősorban a Tisza és a Körösök térségében továbbra is tömegesen vannak jelen a csípőszúnyogok. A héten 394 településen összesen csaknem 133 000 hektáron gyérítik a szúnyogokat. A légigyérítésnek egyetlen egy nagyon nagy előnye van, az, hogy teljes lefedettséget tud biztosítani, hisz egy 50 méteres órás szélességgel és akadálymentesen tudja a város területét permetezni. Ez azt jelenti, hogy nem csak a utcákon és kisforgalmú utcákon tudunk megközelíteni, hanem a mocsaras, járhatatlan területek fölött ugyanúgy el tudunk repülni. Ez teljesen természetes dolog. A földi kezeléseket napnyugta után az éjszakai órákban végzik, míg a légi védekezési munkálatok naplemente előtt zajlanak. Horváth Péter hozzátette, a lakosság is sokat tehet a szúnyogok ellen, a víztározó edények gyakoribb ürítése vagy letakarása, illetve a Vectobank nevű készítmény használata is megakadályozhatja a lárvatelepek fejlődését, valamint a szúnyogok további szaporodását.